Jó estét kívánok, Shin Su-jin, a Kulturális Állomás Szóul 284 Kulturális Komplexum művészeti vezetője vagyok. Örömmel és büszkeséggel tölt el az, hogy ma este itt személyesen köszönhetem önöket. Viszont많은 분들께 감사의 말씀을 전해야 할 것 같습니다. 인사 말씀 축사 먼저 해주신 임근영 대사님 감사드립니다. 엘레니 과거 külön megköszönjem nagykövet úrnak az üdvözlő szavakat. 네, 그리고 오늘 이 한국의 문화, 한국의 예술을 가까이서 즐기고 이해하기 위해서 함께 자리해 주신 여러분들께 깊은 감사의 말씀 드리겠습니다. 이 시간에 kedves résztvevőknek, akik az különböző elfoglaltságaik ellenére megtisztelnek ma a jelenlétükkel, és kifejezik azt, hogy a koreai kultúrának nagy kedvelői. 제가 전 세계의 그 한국 문화를 알리기 위해서 만들어진 문화원들과 많이 일을 해본 경험을 갖고 있습니다. 그런데 이번에 처음으로 헝가리의 한국 문화원에 와서 함께 일을 해보면서 여기 계신 분들이 얼마나 중요하고 꼭 필요한 일들을 열심히 하고 계신지 아주 가까이서 실감할 수 있는 기회를 가지게 되었습니다. A munkám során számos országban látogattam már el különböző koreai kulturális központokba, és azt kell mondjam, hogy nem csak a jelenlévők miatt mondom ezt, de a magyar a budapesti koreai kulturális központ úgy gondolom, hogy kiemelkedik ezeknek a központoknak a sorából, ugyanis olyan fontos programokat készít elő a magyar közönség számára, illetve aktivitásában a programok minőségét illetően, illetve változatosságát tekintően egy kiemelkedő kulturális központról van szó. 네, 이번 전시와 개막 행사를 가능하게 해주신 김재환 원장님과 함께 일을 맡아주신 실무진 여러분들에게도 깊은 감사의 말씀 드리겠습니다. 샤인에게 말씀을 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 애초에 저희 문화역사월 이팔사의 2015년 기획 프로그램으로서 한국화의 경계, 한국화의 확장이라는 제목으로 만들어진 전시 기초에서 재구성되었습니다. A mostani Korea Now című kiállítás a Cultural Station Seoul komplexum egyik legnagyobb 2015 évi projektjének a során a korai festészet határa és perspektívái címmel zajlott projekt során került kiválasztásra. 문화역사월 이팔사는 서울 한복판에 있는 서울역, 예전에 오래된 기차역 자리에 만들어진 곳으로서 2011년 이후에 한국의 문화체육관광부에 의해서 복합문화공간으로 활용되고 있습니다. 전체 한 1500평 정도의 공간으로 구성되어 있고요. 전시공간과 그리고 공연공간을 함께 가지고 있습니다. 그래서 예술적으로 새로운 방식의 조합을 추구하고 있는데요. 시각예술과 공연예술의 Ez a Kulturális Állomás Szóló 284 című kulturális komplexumról annyit kell tudni, hogy a dél-koreai főváros Szóló központi vasútállomásának az épületében kapott helyet. Ez 1925-ben épült, és a 2011-es évben döntött úgy a Kulturális Sport és Turisztikai Minisztérium, hogy mivel a városfejlesztés hatalmas beruházásai következtében már lényegében nem funkcionált állomásként ez a gyönyörű, hatalmas ingatlanos épület, átadják ezt a kultúra számára, és olyan átalakításokat végeztek, aminek az eredményeképpen egy közel 4500 négyzetméteres hatalmas kulturális központ került megnyitásra, ami az előadó művészet és a képzőművészetnek is szintúgy teret ad. 네, 그래서 오늘 이번 행사에서도 여러분들은 코리아 나우라고 하는 제목에 대해서 한국의 현대미술 장면에서 한국화가 어떻게 해석되고 있는지에 대한 이야기와 동시에 오늘 잠시 후에 이 개막 행사에 이어질 공연을 통해서 저희의 새로운 시도들을 선보일 수 있게 된 것입니다. 그래서 központ, 사실상 코르타시 művészeknek ad teret, hogy gyakorolják az ő művészetüket. Olyan projekteknek ad otthont, amik próbálják összebékíteni a különböző műfajokat, és a Korean Now című kiállítás is egy olyan projekt, tehát olyan projektnek a műveit mutatja be, amik nagyon a kortárs művészettel foglalkoznak. Én a 최근에 본 연구 논문 중에
한국 이미지에 대해서 아주 흥미롭게 분석해 놓은 것들이 있었는데요. 그 중에서 한국을 대표하는 가장 중요한 이미지가 뭐냐 했을 때 변화하는이라는 형용사를 꼽는 것을 봤습니다. 남에기반 olvastam egy tudományos munkát, ami azt vizsgálta, hogy milyen elemei vannak a Korea imázsnak, a Korea identitás összetevőit kereste, és az egyik legkiemelkedőbb elemként azt említette az író, hogy ez a folyamatos változás. 맞습니다. 대사님께서도 지적해 주셨듯이 한국은 굉장히 빠른 속도로 변화하는 나라이고 그 역동성에 힘을 입어서 굉장히 많은 것들을 보여줄 수 있는 잠재력을 가지고 있는 나라입니다. Hogy ezt a nagykövet úr is említett, egy Korea nagyon fejlődő ország, és úgy mondom, hogy általánosan elmondhatjuk, hogy Koreára valóban ez az egyik legnagyobb jellegzetesség, hogy fejlődik folyamatosan. 그래서 이번 전시에서는 전통적인 방식의 표현 방법들 그리고 그것을 응용해서 새로운 장면으로 확장해 나가는 시각 예술들을 다양하게 보실 수 있을 뿐만 아니라 그 안에 어떤 역동성이 핵심적인 정신인지 한국을 상징하는 이야기인지를 함께 공감하실 수 있도록 구성하였습니다. A mostani kiállításnak az a különlegesség, hogy egyrészt fókuszba állítja ezt a fejlődést, szeretnénk bemutatni azt, hogy a korai képzőművészet hogyan fejlődött, ugyanebben az időben lehetőséget ad arra, hogy meglássuk azt is, hogy mi az, ami viszont változatlan a koreai hagyományos technikákban. Budibon 행사를 통해서 여러분들이 한국의 역동성과 정신을 가까이 느끼실 수 있는 기회가 될 수 있도록 기대하겠습니다. 자, 그러면 지금부터 작가분들에 대한 소개를 좀 드리겠습니다. Remélem, hogy az kiállítás valóban lehetőséget ad arra, hogy a folyamatos változás, illetve az koreaiságnak a változatlan elemeit ugyanúgy megláthassa a közönség, és most engedjék meg, hogy bemutassam a jelenlévő művészeket is. Mondja, 한국을 대표하는 원로 작가이십니다. 곽훈 선생님 모셨습니다. 곽훈 선생님. 네, 그리고 김호득 선생님 함께 해주셨습니다. 한국화의 경계, 한국화의 확장을 처음에 기획해 주셨던 우종택 작가님 오셨습니다. 그리고 저희 공연 프로듀서 강남편 프로듀서 인사드리겠습니다. 여러분들 이렇게 뵙게 돼서 다시 한번 반갑고 감사하다는 말씀 드리고 싶고요. 다음에 서울에 방문하실 기회가 있다면 문화역사월 284에서 다시 뵐 수 있게 되기를 바라겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 세반은 meghallgattak és még egyszer köszönöm, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel. Nagyon bízom benne, hogy az összes jelenlévővel legközelebb Szöulban találkozhatunk és ellátogatnak a mi kulturális komplexumunkba. Köszöntő beszédek zárásaként szeretném megkérni Kang Gun művész urat, hogy ő is mondja el a köszöntő gondolatait.